A valamikor virágzó csizmadia mesterséget ma már a kihaló félben lévő szakmák közé soroljuk. Olvashatjuk a Rózsa Rózsa által kiadott Iparosságunk története című könyvében. Sajnos minden régi mesterség egyre jobban halványul az idő múlásával, viszont az akkor ezzel foglalkozó és dolgozó emberek szívét még mindig melegséggel tölti el, ha életének arról a korszakáról mesél, ami éltette, szeretettel töltötte el. Ezzel a tiszta érzéssel várt bennünket a magyar kanizsai Szalai Irénke is, aki férjével és családjával évtizedekkel ezelőtt csizmákat, néptáncos cipőket, szandállakat, papucsokat kezdtek el készíteni, amelyet minden magyar kanizsai nagyon jól ismer. A férjem 52-ben ment el inasnak, mint ipari tanulónak most úgy mondjuk, de az régi időben inasnak, 52-ben. És a váradi csizmadiához ment el inasnak. Az direkt csizmadiamester volt, és abban az időben ő csak direkt csizmákat csinált, a váradi, és férfi fércipőt és férfi szandált. És az én férjem ott tanulta még teljesen a mesterséget, mint csizmadia. És azután, amikor ő főszabadult, 3 évig volt inas, úgyhogy délelőtt dolgoztak a műhelybe, nagyon korán be kellett menni, 6 órára nagyon sokat elmesélte a férjem, reggel 6 órára be kellett menni a műhelybe dolgozni, és délig dolgoztak, gyorsan hazaszaladt ebédőni, és délután mindig iskolába kellett menni. Az én férjemnek az volt egy nagy álma, hogy ő kiváltsa majd az ipart. Tehát mi olyan szegények voltunk, ugye oda köllött szélszám, oda köllöttek kaptafák, köllöttek sánfák, és abban az időben, még szabadkai viszonylatban, Szabadkára jártunk leginkább a piacra, simbusszal, egy kis ilyen bőrönt, 3 bőrönddel, és elsegített a férjem vinni egy kis motorbiciklivel a simbuszra, főrakta, én meg ott a hordárok segítettek nekem vinni, és akkor a piacon, akkor még nem voltak meg azok a butikok, akkor 63-ban, szeptember 18-án kiváltottuk az ipart. Az önálló kisipari műhelyben Irénke megtanulta a cipő felső rész készítést. Első segédjük Koncz Géza volt, majd 2 tanuló inas is megtanulta-e mesterség egy-két ágazatát, Bagi Julianna és Lackó Julianna. 6 munkást foglalkoztattak abban az időben. De tetszik tudni, abba az időben magyar kanizsán 18 privát cipész volt, és mindenki megélt, kínaiak nem voltak, és mindenki megélt, és abba az időben, úgy, mint ahogy mutattam ezeket a csizmákat, mindent szögesen csináltak. Szögesen és bőrtalppal. És felfedeztünk egy cipész üzletet, ahol bizony tudtunk olyan anyagokat beszerezni, amiből mi is tudtunk modernabb, kivitelű cipőket csinálni. És akkor lementünk azután Beográdba, és minden, és mi elkezdtük a ragasztott, nagyon szép női szandálokat, és akkor áttértünk ezekről a csizmákról, jobban a cipőkre, szandálokra, nyáron szandálokat csináltunk, papucsokat csináltunk, kis szandálokat, 20-astól kezdve a kislányoknak 36-osig, akkor a kisfiúknak is ugyanúgy, csak más modell, és több színbe. Akkor a hölgyeknek, fiatal hölgyeknek modernabbakat csináltunk. Hát, hogy én is fiatal voltam, nagyon szerettem a csinosat, és akkor mindig loptam a fazont, amerre mentem, és láttam valamit. Idővel a csizma készítése már háttérbe szorult. Női, férfi és gyermekcipők, papucsok, valamint szandálok gyártásába kezdtek bele. Említette már, hogy többfajta lábbelit készítettek, és hát ugye bár nem csak az itteni etájra jellemzőket. Igen. Úgyhogy csináltuk bizony ezeket a, most csak magának fölhozom, hogy van a szegedi papucs. Na most a szegedi papucs, az bojt van rajta, és azon is van olyan pipacs virág, olyasmi, de én egy alkalommal, ez 72-ben, 3-ban volt, a gyerekeimmel elmentünk arra Miskolcra, a miskolctapolcai fürdőben, még ott laktak a rokonaim, és akkor bementünk a mezőkövesdi múzeumba. Meglátogattuk a múzeumot. Atya úristen, elájulok, hát az a sok gyönyörű kézimunka, és ott vannak a szép papucsok, minden.
És nézegetem is, mutogatom, mondom nekik, hogy magyarázzák már meg én nekem azt, hogy például az a, mi arra levalók vagyunk az élvidékre, szerbiai vagyok, ugye, szerbiai, Horgostól még léjebb, Szegedtől egy 20 kilométerre. Nekünk már más a motivumunk. Mi a mi motivumunk? És mondja az a hölgy, hogy kedves asszonyom, rajzoljon be mintát, és jön a népművész, és a népművész, amire maguk harmadik vagy negyedik napon mennek vissza, akkorára ő belerajzolja a maguk motivumát. Ez az igazi vajdasági papucs. Úgyhogy nem szabad, hogy rátegyünk bojtot, és meg van szabva, hogy még mekkora legyen a sarka is, és hogy milyen széles legyen a sarka. Mert ezek így, és így akkor szabályos. Ez a mi motivumunk. Ez a piros pipacs, buzavirág, és a buzavirág, és a buzakalász. Ezeket én hímezem. Ezeket, és amikor én onnan hazajöttem, azonnal elmentem itt egy szakemberhez, aki kidrukkolta, én belerajzoltam, vagyis hát ahhoz az a szakember, ahogy belerajzolta, és akkor ez a drukkoló asszony pedig nekünk ezt megcsinálta még a mai napig is, úgyhogy még most is van 30 pár, ott van, látja mind a cérnák is minden, és akkor azután pedig, hát ehol van a karaktercipő. A karaktercipő, ezek a néptáncos cipők, de úgy nevezzük, mink szaknyelven, hogy ezek a karaktercipők. Látják, ezeknek is bőrtalpa van, gumi a sarka, ez ragasztva van a bőrtalpán ide rá, kicsit modernabbra csináltuk, korszerűsítettük, de a felső rész az úgy van megcsinálva, mint ezelőtt 100 éve, édes anyám, mikor még esküdtek, abban a 27-ben édesanyámnak ugyanilyen cipő volt a mennyasszony lábán, feketébe, és akkor ez volt a divat, hogy itt köröztül ez a csat, és nem ettől magasabb sarok, meg van szabva, hogy milyen legyen annak a cipőnek a sarka is, milyen magassága legyen. Ez az igazi karaktercipő. Csináltunk, mint bunyevác papucsokat is, mert Szabadkán ugye nagyon sok a bunyevác. És akkor Szabadkára csináltuk ezt a vajdasági papucsot, erre nem megy a bojt. Azt mondták, bojtot ne tegyünk rá. Ha Szabadkán árulom, már bojtot ne tegyünk. Úgyhogy Szabadkán ez volt. Ezek pedig a bunyevác papucsok. És ezekből is azért én egy párat meghagytam. Valamikor, ha lenne Kanizsán múzeum, talán be is adnám múzeumnak, hogy és mint például, ezek az igazi bunyevác papucsok. A bunyevác papucs. Amikor abban a 70-es évek utóján följött a poliuretán talpa divatba, azt is én fölfödöztem, mert elmentem a tengerpartra, a gyerekeket beültettem az autóba, a férjem sose jött velem, mert ő mindig a mesterséget sose hagyta abba, hanem én beültem a gyerekekkel, és már a délután, hónap reggel már szülve voltam, és akkor egy pár napig lent voltunk, és amikor én ott mindig kimentem a piacra, és néztem, hogy mi a divat, hó, fölfödöztem, hogy Trogirba a piac tele van, még minden hölgy fapapucsba tipek topog. Fapapucsba tipegnek, topognak, hát az lett a divata, ugye lent a tengerparton. De ez kisfiúnak, kislánynak, férfinek, mindenkinek papucs volt a lábán. Még a kumpla. Még ilyen nyitott papucsok. Na és akkor én azonnal vásároltam mindegyikünk lábára egy-egy pár papucsot, minden, és egy pár napon belül hazautaztunk, és mondom a férjemnek, jövő nyárára megvan a modell, amit csinálunk. És azonnal a férjem, ő vett egy szallagfűrészt, és akkor persze, hát annak is módja van, hogy az szépen álljon az a papucs a lábon, de hogy az görbüljön, úgy kivágva meg minden, és akkor a férjem ezt is megoldotta, és akkor átértünk még a fapapucs csinálásra is. Ez egy igazi bőrlakcsizma. Akkor ez pedig egy igazi néptáncos csizma, meg ebben jártak a templomba. Még olyasmi is, tessék megnézni, ez az igazi kruppon talp.
ez pedig a lovagló csizma. Tessék, nézze meg, itten ennek magasabb a kérge, és itt belül alacsonyabb, kívül magasabb. Úgyhogy ez a lovagló csizma. Akkor az pedig megint egy táncos. Ezek pedig hát az én kislányaimnak a kinőtt csizmájai, a kis igazi kis csizmák. Az ipart az évek múlásával fiúk Szalai László vette át 1999-ben, majd azt követően a rossz gazdasági helyzet és az egyre rosszabb megélhetési lehetőségeknek köszönhetően 2008. januárjában az ipar megszűnt. Irénkéhez az utolsó kérdésünk az volt, hogy így az egyre modernabb világ felé haladva is szükség lenne-e ilyen jellegű szakemberekre. Bizony, hogy kellene, hogy mesterember, meg hogy cipészeket is, igazi cipészeket is tanítsanak, meg igazi kőműveseket, ácsokat, szabómestereket. Mert ugye nem mindenki a nagy manaken karcsú, például én is olyan rosszul nézek, idős asszony vagyok már, de én nekem is kellene olyan speciális kabát, vagy vannak olyan molettebb hölgyek, hát arra is kell varni egy nagyon szép kosztümöt. És akkor bizony, hát vagy talál az ember, vagy nem, és csak most a ronypiacra az ember kimegy, szégyen vagy gyalázat, most csak a ronypiacon tudunk vásárolni, meg olyasmi, aki valamit akar. A Szalai család az egyedi és minőséges termékeiknek köszönhetően évek múltával is mindenki emlékszik a kezei között készült lábbelikre és Szalai János csizmadia mester műhelyére.